A Magyar faluprogram segítségével tovább tudtak haladni Boldogon a fejlesztésekkel. Ezúttal a ravatalozót sikerült megújítani a temetőben. Boldogon régi vágyunk volt, hogy a ravatalozót fel tudjuk újítani. A korábbi ravatalozó elég leromlott állapotban volt, és nem volt méltó ahhoz, hogy a boldogiak utolsó útjukra kísérjék szeretteiket. Polgármesterasszonynal nagyon aktívan együttműködünk, három magyar falu pályázat volt, még az előző polgármesterrel kezdtük el a pályázatokat. A három pályázatból, mint egy 24 millió forintból új tetőszerkezetet, új tetőt, bővítés kapott az épület, fölújításra került, új eszközök kerültek beszerzésre, most már méltóak, méltóak a körülmények. Három ütemben készültek el a munkálatok, megfordították a már meglévő épülethez kialakított korábbi funkció helyét, az utcafrontról a csendesebb hátsó részt alakították át, faszerkezetű tetőt építettek, a harmadik részben pedig térköveztek és teljes egészében lecserélték a tetőt. A boldogiaknak nagy álma volt, hogy megvalósulhasson ez a elképzelés, és tényleg méltó körülmények között búcsúzhassunk el az elhúntaktól. Most így minden szentek közelettével nagyon örülünk, hogy ma már ugye fel tudtuk avatni, illetve megszentelni itt ezt az épületet. Köszönjük Szabó Zsolt képviselő úrnak, hogy segített, hogy az álmunk megvalósuljon. A temetőben további fejlesztéseket terveznek a későbbiekben. Ha nem állunk le, tehát tudjuk, hogy még a temetőben például utakat kellene csinálni, például kaput kellene, tehát méltó módon kellene minél inkább lehetővé tenni, hogy a temető azt az arcát mutatja, amivel szeretteink felé mi is fordulunk, odafigyelő és emlékező arcát. A most jön minden szentek halottak napja, ami egy olyan ünnep, amikor a családok kijönnek, nem mindegy, hogy mit látnak itt a temetőbe. Boldog odafigyel a környezetére, odafigyel elhúny szeretteire, és odafigyel arra, hogy méltó módon legyen a búcsúzás. Ez az épület is ezt mutatja, és magáért beszél. Az átadó napján testületi ülést is tartottak. Az újonnan felállt képviselő testülettel közösen beszélték át a boldoggal kapcsolatos gondolatokat, ötleteket. Olyan koncepció alkotás történik, ami a közösség fejlesztését támogatja mind a térségi viszonylatban, mind helyi viszonylatban, erősíteni a civil szférát, erősíteni az itt élőknek az összetartozását, ami egyébként is nagyon jól működik, de ezt még tovább segíteni, olyan fejlesztési koncepciókat kidolgozni, ami a, a legfiatalabb korosztálytól a legidősebb korosztályig mindenkinek jó és mindenkinek megfelel. Az utóbbi években út és kerékpárút, piac, művelődési ház és óvodafejlesztés, közvilágítás, ATM kihelyezés területén is előre tudtak haladni a községben, de bőven akad még terv a következő ciklusra vonatkozólag és még azon túl is. Aktívak a képviselők, teli voltak ötletekkel, mondták a gondolatokat, és hát ebben a, én is szeretnék segíteni, én is szeretnék ott lenni, hogy minél több megvalósuljon belőle. Dolgozunk, már a következő hetekben is konkrét feladatok vannak kitűzve. Ha ezek a koncepciók, ezek a stratégiák összeállnak, abban a pillanatban, még egyszer jövök, és akkor pontot teszünk rá, átbeszéljük, és irány megvalósítás. Az irányvonalak tehát szépen körvonal az útnak, a prioritásukat még egyeztetni fogják, hogy tovább épülhessen, szépülhessen boldog, és minél többen érezzék boldognak is magukat boldogiként.